Sziasztok, én Zsolti vagyok, és ez itt a Zsolti Gaming, és a mai videóban folytatjuk a Minecraft Hardcore sorozatunkat. Ugye az előző részben elmentünk, találtunk egy falut, és csináltunk egy búza farmot, amihez hoztunk direkt magunk a céklát, meg ilyeneket, és azt most gyors el fogjuk ültetni, és akkor utána nekem az a tervem mára, hogy csináljunk farmokat. Szóval legyen tehénfarm, legyen disznófarm, meg legyen hát, még nem tudom, hogy tyúk farm lesz, szóval bánt, hogy csirke farm, vagy mi is a meg vagy bárány. Na, vágjunk is bele. Ugye, itt van nálunk a két répát hoztunk csak, vagyis mi ez? Krumplit? Az nem jó. Mindegy, akkor ezeket gyors... ez szép volt. Jó, trépáz. Ide jöhetett is. És akkor ide nekünk még jön ilyen. Valahova egyébként, hát ezeknek is nőniük kéne, hogy tudjuk csinálni. Hát van nekünk, van búzánk, akkor nincsen probléma. Ki kell találnom pontosan, hova szeretném csinálni azokat a farmokat, de valóban szerintem azokat egyelőre ide, mert azokat is később automatizálni akarom majd, vagy mindent. És szerintem ez valahol itt lesz most egyelőre, ezt a részt meg fogom csinálni. Igen, ez lesz szerintem az a rész. Hát lehozom egy csíkbe ezzel, és akkor utána jelentkezem. Még annyira nem néz ki én. Jó, ezt azért meg is volnánk. Ezt gyors így leszettem egy csíkba. Mert vigyázni kell nagyon, hogy itt lenne első, mert ugye itt van egy kanyon. Azt nem tudom, hogy ti láttátok-e valamelyik részben, de szerintem felgyorsításnál láthattátok. Megint leszedhetem. Szóval úgy lesz szerintem, hogy itt lesz akkor egy tehénfarm, vagy ott hát nem is, inkább itt lesz egy csirkefarm, itt lesz egy bárányfarm, itt lesz egy tehénfarm, és akkor itt lesz egy disznófarm. Ugyebár nekünk a tehén az kicsit nagyobb mennyiségbe kéne a bőr miatt, a könyv miatt, ugye? Hogy könyvet tudjunk majd csinálni. És úgy látom, nincs is még termesztve nád, cukornád, szóval azt is kéne ültetni, hogy az is termelődjön, mert így soha nem fogunk tudni valós enchant szobát csinálni, majd meg ilyenek. Gyors, ezeket le is pakolgatom, amik most egyelőre nem kellene. Ott is volt a cukornád, van 5. Azokat én gyorsan ültetgetem. És hagyok magamnál földet is, mert most kitaláltam egy tök jó tervet. Most ennyit tudtam lepakolni. Jaj, ezt véletlen benyomtam. Szóval, hogy itt ezt a részt, ami itt van, hogy ilyen hülyén néz ki számomra, hogy ezt felhozom egy csíkba ezzel. Szóval majd egy magasságba. Ezzel, de még nem vagyok benne biztos, hogy nem kéne. De kéne. Nagyon hülyén néz ki szerintem. Szóval ezt gyors megcsinálom, és akkor... és akkor utána tényleg nekiállunk a farmnak. Ezzel... ja, még itt van egy nagyon pici. Gyors befejezem. Amennyire úgy próbáltam, hogy azért ne ez látszódjon annyira, hogy ezt én így nagyon durván így átalakítottam. De itt majd valahogy még megoldom, hogy szebb legyen. De most egyelőre még azzal nem törődök. Gyors alszok, és akkor nekiállunk. Szerintem fát kéne először is gyűjteni, mert szerintem nem nagyon van fánk. Nem nagyon rémlik, hogy én nagyon sok fát vágtam volna. Igen, jól gondolom, hogy nem. Dört az maradt, hát még valamennyi nálam. Ezt gyors előtetem még. Ennyi fa. Hát ezt nem szeretném elhasználni. Akkor igen, gyors, hát akkor vágok egy kis fát még. Azon gondolkozok, hogy ezt talán, hogy kéne előtetni, hogy... hát igazából ide el lehet ezeket ültetni. Így. Ez tök jó. Így jó lesz. Kaja is kéne. Ez viszont szomorú. Nem nagyon van kajánk. Így. Tényleg nem jó.
Mindig akkor gyors kaját is kéne szerezni, de szerintem van annyi búzánk, hogy csinálja a kenyeret. Fíj. Egyébként ebbe öltethetnénk többet is, ha már van. Minél gyorsabban. Jó lesz. Azt mondom, akkor vágok ki. Hát itt vágom inkább ki a fákat, mert ezeket így is úgy is ki kell majd vágnunk, és akkor legalább már most megszabadunk tőlük. Szóval... gyors kivágok egy fát, szóval nektek felgyorsítom. Hát, szerintem nagyjából ennyi fa elég lesz, ezeket majd gyors összeszem a saplingeket. Azért ne tűnjön el mind. Úgy is lesz. Ugye itt vannak a ezen méhek, szóval az egy jó dolog, mert legalább nem kell távolra majd elmenni, ha lesz tiltácsúos csákányunk. És akkor már tudunk csinálni egy méhfarmat is. Gyors, lecraftolok egy pár, ezeket átcraftolom. Valahol volt egy csomó botunk, ugye? Igen, itt van. Gyors csinálunk egy pár kerítést. Annyi nem... 30... Íj. Hát ennyi bot lehet, hogy pont nem kéne, de mindegy. Rögj már le. Kávé, hát szerintem még ez se lesz elég, de próbáljuk meg. Fú, nagyon kéne telekaja. Van az az alma, akkor. Meg. Most az, hogy vissza felmegyek, azt akkor tényleg csinálok kenyeret. Most nincs más sajnos. Telekaja kell. Szerintem úgy lesz akkor, hogy legyen egyik. Szóval ők az beugorhatnak. Hát ez túl nagy, ja. Szerintem ez túl nagy lesz. És itt, hát így, meg gondolkozok pontosan. Szerintem így ekkora kb. Elég. Van. Tehát ez a rész, ez pont így lesz. Szerintem ez elég egynek. És akkor... hányszor hányas volt? Na. Szép. Felgyors. Na mindegy, ezt gyorsan építem, és akkor utána jelentkezem egy. Ne! Ó, a francba. Itt pont beleérünk. Mindegy. Mi szerintem... ezekben elég az egyik oldalt, hogy nőnek. Azt mondom. Itt lesz be. Egy nő. Azt jó kimértem valamit. Ja, erre az oldalra mértem rosszul. Már ezekhez most már csak kaput kell, és ide úgy legyen, hogy erre az oldalra simán át tudjak jönni ide. Azért nem akarom, hogy azért jobb, hogyha innen, mert például ide fogok előre rakni az egyikben biztos, hogy a teheneket. A tején fog legtöbbször kell lenni, meg talán a tyúkat fogom ide rakni előre, de még kiderül pontosan. Kell nekünk... ja, azt jelenti, hogy
ötöt tudok belőle csak készíteni. Így az elég kevés. Az öt kapu. Hát akkor gyors alszok. Jaj, nem. Jó, akkor addig még gyors vágok ki fát. Ne! Ó, a francba. Rosszat craftoltam. Mindegy, akkor még fát gyűjtök. Nem hiszem. Mindegy. Mennyi kell még akkor pontosan? Sok. De nem. Pont rosszat tettem ki. De itt jó. És akkor így. Hát, még elég sok kell. Ezt jól leraktam. Ezt nem hiszem el. Jó. Én azt mondom, hogy tudom, hogy még nagyon gyorsan lecraftolok egyet. És még ezt az oldalt megcsinálom, mert először úgyis tehenet akarok minél gyorsabban szerezni. Meg malacot. És akkor a kettő legyen kész, az annyi a lényeg. Ezzel úgy már boldog vagyok, hogyha azok megvannak. Ezt kell középre. Ugye? Így. És ugye most... Ebben megvan annyi. Hát 7 van így meg. Most nem nagyon kéne ugrálni, így nincsen kajám. Ó, pont meg vagyunk. Zsír. Na, akkor most jöhet mindenhova. Szép. Azt mondom, hogy akkor... És igazából ezt a kettőt kinyíthatom már. Mivel rögtön megyünk. Aha! Ah, zsír van most már. Nőve. Jó, jól gondoltam, hogy kinőttek. Az egyik az romlott. És... Hát... Az pont kinőtt volna lassan, de... Annyira most ez nem is izgat. Hát... Hát akkor hozzunk először is tehenet. Két tehén kéne. Most... Nagyon gyorsan. Meg... Malachoz. Így nem maradt pont krumplim, de mindegy. Répám se. Sincs nálam. Mindegy. Így gyors keresek akkor tehenet meg malacokat, és akkor utána jelentkezem. Most jutott eszembe, most van itt egy malac lent, de hát ugye pont normális krumplink nincs, ezt el is dobom. Véletlen megenném. De eszembe jutott, hogy egyébként itt van nekünk sima hús, amit ki lehetne sütni, meg van nálunk hal. Szóval ezeket gyors kisütöm, és akkor utána már legalább tudok futni is, mert ez így nagyon lassú. Nem tudok. Addig nézelődök, hát valahol látok tehenet. Itt van egy malac lent, meg arra is van egy. Szóval, legalább már malacca meg lennénk. Merre lehet tehén? Arra van, arra van... bárány. Ja, halad berakom. Hát csak akkor menjünk el a bárányért. El kéne menni akkor bárányért, meg innen kéne hozni akkor ezt a malacot majd. Ezt a halat megeszem gyorsan addig. Hát a ide akarom, oda akarom vagyis rakni a bárány, nem ide. Mindig elfelejtek, hogy nem kéne ugrani. Egyébként már van. Jönünk is, szóval... Hát is majd ültetek, hogyha lesz helyünk. Ki fogom ezt bővíteni, most már muszáj vagyunk kibővíteni sajnos, de jobb az, hogyha nem sajnos igazából, mert jó, hogyha többet tudunk termelni. Egyébként ott is van két malac, szóval, és csinálnák egy olyat, hogy kirakom a fákját a kezemből, és először ezt, őt most nem pisztikáljuk. Vagyis de, menjünk el arra, gyere! Gyere!
Most többet is viszünk mindenből. Van most legalább lesz így malac, már rögtön meg lesz tehén, vagy nem bárány. És jó, mert így legalább tudunk négyet, vagyis kettőt tudunk már egyszerre szaporítani, mert ugye már van nekünk ott. Azt mondom, hogy malac az jöhet ebbe. Jó, beleesett. Az lett verve szépen, és akkor most visszamegyek én a bárányért, hogy ő is jöjjön le velünk. A macskát meg mindjárt vissza leültetem az ágyhoz, mert idegesített, itt van fedesen velem. Gyere! Várányt ide rakom bele, szerint be, vagyis nem pont ide kéne, hanem... Ó, de ezt akkor berakjuk ide. Gyere ki. Csak hogy gyere ide be. Meg is vannánk ezzel. És akkor oda gyors... Ezt ki is nyitom, és akkor oda be tudom vinni a... ezt az egy malacot, ami itt van. És az királynyátéleg akkor már egyszerre kettőt is tudunk szaporítani, szóval rögtön lesz még két kicsi. De itt is több malac van, az viszont egy jó hír. Ezt elmegyek ezért. Akkor itt egészen spónolnak a malacok, az viszont egy jó dolog. Na, körülök. Gyertek. Már macska az ágyamon alszik. Így leültettem, most legalább meg nem fog eljönni. Így szerintem azért jóval szebb lett, hogy így egy magasságra le lett hozva. És most várhatjuk, hogy nőjön. Ó, van répa. Az viszont egy jó dolog. És pont négy van. Most muszáj vagyunk ezt. Most csak... Többet nem tudunk sajnos. És akkor most két kicsi lett. Igen. Csirkét most sehol nem láttam, szóval... Ez viszont annyira nem jó. Hát... ültessünk ide is répát. Most ahol nő búzzal, de visszajöltetek én répát meg... meg céklát. Mert azokkal lehet szaporítani malacokat is. Hát akkor ide. Így. Ez meg is van, na, ó, és pont most ide is kinőtt egy. Azt mondom, aztán elég egyébként... Azt, elég most ennyitök, mert igazából semmi nem használom, de... Nő, legalább az is. És kisebbsz, de kiszedem azért. De tök magat igazából eldobom, mert nem kell. Szerintem így az, ez most így jó lesz ez a rész, ezt gyorsan így megyek rajta, hogy legyen kifákjázva több helyen, és akkor utána próbálunk még keresni bárányt, meg ilyeneket. Jó, ezeket gyors kifákjáztam, és már megint aludhatunk. Pontosan nem tudom, hogy hol nem tudnánk szeretni, te. Ó, de megijesztette! Ó, hogy te rohadék! Az igen. Az nem kapott sokat. Hogy te rohadék. Ezek ilyen gyengék. Hát most kéne tejet innunk, hogyha véletlenül bemegyünk egy faluba, nehogy egy rigidet indítsunk. Hát, tényleg nem kell lennének most. Ugye ezt, ha jól tudom, rá lehet rakni a
Pajzsra. Hol is van a pajzsunk? Beraktam a chestbe. De nem itt van a... Nézzük meg. Az, hogy rá lehet rakni. Aha, rá lehet. Ez viszont király. Hát... De kéne szerezni egyet. Van nálam egy vödör. Ezt megeszem. De azt hiszem, nem tölt sajnos vissza több, sokat cékle, az a baj. Hát nem. Igazából le maradhat fákja, meg ide is lerakok egyet, ide is, meg ide is. El kéne nézni, hogy ebbe az irányba hát, ha van. Erre malacokra emlékszek, amikor mentem keresni falut, erre voltak malacok. De tehenekre nem emlékszek sehonnan. Szóval... Egy kicsit szomorú. Sehol nincsenek tehenek. Szerintem jó lenne, ha nem esnék le. Nem tudom pontosan most honnan kéne tényleg szereznünk tehenet, de azokra nagyon szükségünk van sajnos. Á, itt is van egy. Ez egész jól néz ki ez a terület. Hát, most itt van ő. És még hol van? Ez szíves, hogy ez az egy tehén van itt. De ez is több, mint a semmi, annyi biztos. Most a pajzsot a kezembe veszem. És... Hol van? Itt van. És akkor ezt gyors hazaviszem. Vele is megvan. Tényleg nem tudom honnan kéne akkor szerezni, most ott is csak egyet találtunk. Sajnos. Ezt megint csinálhatok kenyeret, mert... Ilyen fogok tényleg halni. Nem tudom tényleg honnan szerezhetni, mert se csirkét nem... Ó, ott van bárány. Az viszont jó. Akkor elmegyek még oda az a bárányokért. Akkor legalább azokkal is meg vagyunk. Ezt remélem láttátok. Ez közel volt. Ezzel valamit kezdeni kell ezzel a lyukkal itt. Úgy bele fogok egyszer esni. Na, velük is megvolnánk. Gyors le kéne szedni, hogy nőjenek vissza rögtön. Az tök jó az a mód, amikor csak így rákattintasz, és rögtön kicseréli. És itt van azért mi helyet majd visszarakni, hála jönnek. Hol van? Itt van fent. Ó, csak egyet dobott. Akkor mindegy, ez a kapon nem, azt nem szoroz. Van répa is kinőve. Itt is van búza. Most úgy látom, más nincs kinőve. Igen, azok még nincsenek. Ezeket feltöltem répával, inkább a répa nőjön. Itt is van, zába. Úgy látom, hogy ennyi. Krumpli. Nem, még nem nőtt ki. Francba. Mindegy. Megnézem, hogy már lehetne őket újra szaporítani, de szerintem még nem. De magamat is már... De, már lehet. És ugye az egyiket, azt mondom, hogy az egyiket ezzel, a másikat ezzel. Akkor is szaporodnak? Sír, igen, akkor is. Őket is kéne, hogy már hoztuk. Hát te innen most nem tudok mit kezdeni, sajnos nem találtam neki párt. Nem tudom, tele merre nézhetnénk még meg. Nagyon messziről nem szeretnék hozni. Viszont ez a Minecraft videó ennyi lenne, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és a következő videóban találkozunk. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le semmiféle tartalomról. Sziasztok!